Dr. Sziráki György a Szomszéd rétje Erdeje címmel tartott előadást a Városi Könyvtárban október 20-án. A fotókkal gazdagon illusztrált előadás során az érdeklődők a környező országok természeti szépségeit ismerhették meg. Saját fénykép felvételeimet, dia felvételeimet, amik aztán ugye belettek szkennelve, szeretném megmutatni, és korán sem törekszem arra, hogy egy-egy területről átfogó képet próbáljuk nyújtani. Most a most megcélzott előadás, most megcélzott téma, ezt nem is tenni lehetségessé, hiszen a szomszéd országokban azért nagyon sok látnivaló volna, ami kapcsolódik ahhoz témájában, jellegében, amit tavasszal igyekeztem elmondani hazai tájaink szépségeiről, növényeiről, elsősorban növényeiről, érdekes tájairól. A cím nyilván nem véletlen, arra utal, hogy a szomszéd rétje vajon milyen. Ugye szokták mondani, hogy a szomszéd rétje az mindig zöldebb. Ebben az adott esetben még valami igazság is van, hiszen a szomszéd országokban több a magas hegy, ahol több a csapadék, több az eső, és így könnyebben lehetnek nagyobb területen zöldebb rétek, viszont nagyobb területen vannak akár kopár sziklák is, ami nálunk elég kevés helyen van. Hogyha Karintiából, mert hát most ugye ott jártunk legutóbb, Karintiából dél-kelet felé megyünk, akkor Szlovéniába érkezünk. Hát Szlovénia egy Dunántúl nagyságú ország, de rendkívül változatos növényzetű és felszínű, az igazi magas hegységektől, a Grecserrel borított Triglav, vagy Grecserrel rendelkező Triglavtól a tengerig, és a mi alföldünk folytatásában lévő Mura, illetve Dráva menti területeikig mindenféle vidék előfordul itt. Nekem a tengerparton volt szerencsém Szlovéniában járni, ha eltekintünk egy nagyon rövid átruccanástól a határ túloldalára, egy szakmai szimpózium alkalmából, nevezetesen Piránba. Hát Szlovéniának arasznyi a tengerpartja, hogy úgy mondjam, tehát mondjuk olyan 15-20 kilométer csak, de azért ennek is van szépsége itt az Adria mellett, az Iszia félszigeten, ez Koper városa, ez pedig Pirán városka, egy ma is vegyes lakosságú kis város, olaszok és szlávok, tehát szlovének lakják. A piacon föl volt írva olaszul is, meg szlovénül is a termék neve, amit árultak. Ez az ottani Szent György templom, és amiért mégis, hogy úgy mondjam, van alibim, hogy ezt a ugrást így délfelé megtettem, az a szép reketje, amit magyarul isztriai reketjének nevezhetünk, egy olyan reketjefaj, amelyik a Adriai tenger partján, Dalmáciában több helyen is előfordul, de ez az alfaja itt Isztrián jellemző, ezért bátorkodtam ezt a magyar nevet adni neki. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.